Néhány perc múlva a Horgábara fogok majd beszélgetni miről. Ezzel kapcsolatosan mutatunk itt egy grafikont, vagy egy táblát, inkább azért ezt mondanám. Hát három szerintem mindegyikünk által jól ismert arcot láthatunk, középen Szájer József. Miért is ezzel kezdem? Azért, mert most már nagyon sok közvélemény kutató cég egyébként megpróbálja mérni, vagy már mérte is, vagy már mérni fogja azt, hogy mondjuk a szájerügy és a vele kapcsolatos jelenség az hogyan, mennyire befolyásolja mondjuk a közéletnek a gondolkozását, és ebből adódóan mondjuk a kormánypárt megítélését. A Fidesz elsődleges politikai témája ezennek a táblának a címe, menekült válság, jól ismerjük ezt a kifejezést, bevándorlás, szintén jól ismert kulcsó, és Soros György, hát hogyha egy embernek a nevét kellene mindenkinek mondjuk megmondani, ezt szerintem biztos nagyon sokan éppen Soros Györgyöt említenék. És van egy úgynevezett gender ideológia, ami egy kifejezés, ami 2021-re a Republikon Intézet szerint egy ideális témának, vagy kampány témának tűnt, vagy tűnhetett volna. Jó reggelt kívánok, Horn Gábor, tehát itt van a stúdióban. És ugye abban maradtunk uh, uh, Gáborral, vagy Hornúrral, hogy megpróbáljuk egy picit azért a nézők kedvére, mindannyiunk kedvére egy kicsit körülírni, elnézést, hogy ezzel fogom kezdeni. Jó, hogy a, a genderelméletet, vagy a gender ideológiát egy kicsit írjuk körül. Ez a, a nem olyan régi tudományágról van szó, még akkor is tudomány ez, hogyha a Fidesz egyébként betiltotta a magyar egyetemek vonatkozásában ennek a gyakorlását. Ugye két, a, a van a, a nemek megközelítésének egy biológiai vonatkozása, ugye? ez került most az alkotmányba, kerültett volna más is, ugye, hogy alattörvénye, hogy a anya nő, a apa férfi, férfi című, és van egy társadalmi meghatározottsága is a nemeknek. Tehát az, hogy, a, 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 hogy mit jelent ez, hogy a, a, nem, nem csak genetikailag vagyunk férfiak, vagy nők, akik éppen, hanem ennek egy csomó olyan társadalmi vonatkozása van, ami következtében messze a biológiai létünkön túlmutatóan létezünk, ugye, társadalmi lényként. Tehát az, hogy a nem véletlen, önmagában nem természetes az, hogy a fiú autóval játszik, a lány meg babázik, mint hogy van fordítva is, nekem van két fiam és egy lányom, és volt idő bizony, amikor a fiam lelkesen babázott, meg kapott egy barna babát, egy, egy, egy afroamerikai babát, hogy, hogy szépen fogalmazok és imádta. Tehát hogy és önmagában, tehát ez hogy igenis a társadalmi létünk, mert hogy azért, babá, azért autózik a fiú, azt kapja ajándékba a karácsonyra, és azért babázik a lány. És ennek a vonatkozásai próbálja meg ez a gender tudomány fölfedni, és ennek vannak olyan elemei is, hogy vannak olyan emberek szép számmal, akik például nem érzik otthon magukat a saját nemükben, és nemet, vált, nemet akarnak váltani. Magyarországon ez szépensége most nem lehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt bevezetőként elmondta. Nézzük most azt, ami az önök intézetén, vagy az ön intézeténél, ugyan... Egy publikációt írt ezzel kapcsolatban, aminek az egyik sarokpontja, vagy nagyon jellegzetes része ez volt, amit itt a táblán is láthatnak most a nézők, hogy 2021-re, tehát hogy a jövő évre vonatkozva ez egy ideális témának tűnt a kormányzat részéről, de hogy ezt tulajdonképpen keresztül húzta most a száj Ilyen. mi azt érzékeljük, hogy hogy most már tulajdonképpen 2019-20 óta keresi a témáját a Fidesz. Tehát itt a táblán jól látszanak a témák, ugye a, a, a sárgával. Tehát, hogy, hogy volt a Fidesz féle harcmodornak egyébként a modern mediatizált politikában jellemző, hogy kell az ellenség. Tehát ez nem önmagában Orbán Viktor sajátja. Kell az ellenség, kell, hogy megszemélyesüljön az, akivel szemben fogalmazom én meg a saját pozitív világképen, mert ön nem ördögtől való ez a politikai mm -hmm. irányvonal. Ugye ebben találtam egy 2000 egyébként érdekes módon az első időszakában a Fidesz egy pozitív témában találta meg, ugye a rezsicsökkentést talán már még emlékeznek a nézőknek, hogy, hogy az volt a kampány fő motivuma. 2015-től ezek kimerültek, és került előtérbe a menekült válság, ami nagyon picit érintette, csak Magyarországot átvonult itt, majd 300 ezer menekült egy hét alatt. Egyébként nem találkozott a magyar társadalom, de a kifejezéssel, el... a politikai retorikával, a kultzavakkal, ugye mai napig együtt élünk. Együtt ezzel élünk, a mert 100 milliárdokat költött a magyar állam közös pénzünkből, azzal, hogy együtt élünk. Tehát amikor az elmegy, én sokat kirándulok, imádok kirándulni. És amikor egy ö, ö, vértesben, egy kis faluban azt, arról beszélgetek, a 80-valány éves bácsi valaki, már én is bácsi vagyok, lassan aki ölelget engem, hogy ő annak idején szdsz es szavazó volt, de Gábor azzal nagyon nem értek egyet. Hogy beengeditek a menekülteket. Hát Én mondom, hogy mi nem engedünk be senkit. Én biztos, hogy nem. Na de hát mi lesz az asszonyjal? Mondja nekem, és mondom, láthat, láttál már menekültet? Soha életébe. Tehát nem kell megjelenni az a jó gyűlöletkeltő téma, ami nincs. Soros is ilyen, ugye a, szerintem a magyar társadalom 95%-a hallott már Soros Györgyről, van is képe róla, de soha életében nem tudott róla tényszerűen semmit, nem is kellett, hogy tudjon, mert nem erről szól a történet. Na, de aki mondjuk végigolvassa az ön írását, az abban mondjuk mi, milyen következtetés lesz az, hogy mondjuk felmerül az emberekben, a választópolgárakban az, hogy húha, tehát akkor a, a jelenlegi kormány 2021-re elvesztette a kommunikációs irányvonalát mondjuk a szájérő miatt. Mondhatjuk azt? Nem, hiszen mondhatnánk azt is, hogy Soros, ha az elmúlt három évben kitartott, akkor valószínűleg ki fog tartani 2021-ben is, nem? Nem tartanak ezek örökké, tehát azért látszik, hogy ezekben váltani kell, mint hogy, mint ahogy itt a táblán is láttuk a váltást. Egyrészt, másrészt pedig azt látni kell, hogy egy új külső valódi ellenség jelent meg a vírus. A magyar, nem csak a magyar társadalom, a világ egésze, az emberiség egésze számára, ami félre söpörte ezeket a problémákat. És tulajdonképpen a vírusválság kezelése szempontjából is fontos a Fidesz számára, hogy beszéljünk legalább másról is. Ne csak arról beszéljünk, hogy hány ember halt meg ma, még sajnos én még nem tudom az adatokat, remélem kevesen. Adott, uh, uh, mi? Ne, ne, csak arról beszéljünk, hogy hányan kerültek kórházba, hányan vannak lélegezővé, hanem legyen valami más is. És ez, ez ezért építi a Fidesz szerintem nagyon tudatosan ezt a fajta, ami, ami nem csak genderügy, hanem egyfajta konzervatív családpolitika, ugye eh, eh, apa, anya, sok gyerek. Örökbefogadás. E, 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 tehát az egész, e, a, és ugye ez egy a, a, jobb, a, jobb, társadalmi csoportoknak szóló üzenetek, tehát a középosztály, felső középosztály, De. mert ugye ennek a családpolitikának lényeges eleme az, hogy alul nem nagyon segít, vagy nem változtat, fölül viszont nagyon erőteljesen jelen van az életünkben a családpolitikai összes eleme. Tehát e, 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 családpolitika mellé húzódott föl most az, a, hát hogy azért mi ne akarjunk egy olyan világot, mint a nyugat. Tehát ebben van egy, van egy nyugatellenesség, egy teljes a nyugati civilizáció ellenes szöveg, amire alkalmas ez a fajta melegellenes, genderellenes politikai építkezés. Hadd kérdezzem arról, ha már ennek a táblának az egyik részén három jól ismert arcot láthatunk, és ugye középen áll Szájer József, önök mérték már, az vizsgálták azt, vagy majd fogják vizsgálni valamikor a közeli napokban esetben esetleg azt, hogy ez az ügy, befolyásolta -e mondjuk a kormányzatnak, vagy a politikáját, vagy a megítélését? Mi hétfőn fogunk kijönni az, a decemberi kutatásunkkal, egy adatot elárulok belőle, a, nálunk is hat ponttal csökkent az elmúlt három hónap alatt a Fidesz támogatottsága. De én azt gondolom, sok közönkutatóval ellentétben, hogy ez alapvetően nem a szájér ügyhöz kapcsolódik, hanem? hanem sokkal inkább a válság a, a járvány ügyéhez kapcsolódik. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar társadalom jelentős része, nem tudom, hogy pontosan nem látjuk, hogy hány százaléka ma már azt gondolja, hogy nem kezeli jól a válságot, a járvány okozta válságot a magyar kormány. Ugye tavasszal azt gondol. A uh -huh. magyar társadalom nagy nagy többsége, hogy ezt jól kezelte a, ma a magyar kormány. Most nem ezt gondolják, és a roncsolódásnak a fő okát én ebben látom. Persze nyilván hosszú távon szerintem okozhat problémát a -történet, ha, ha főleg akkor, hogyha az ellenzék napirenden tartja. Tehát nagy kérdés, hogy ez uh -huh. mi lesz. De rövid távon, néhány hét alatt, vagy tulajdonképpen egy-két héttel el, ezek nem szivárognak le szerintem a választói tömegekig, nem, nem, nem érzékeli ö, ö, 8 millió választó, és különösen nem befolyás a pártpreferenciáját ilyen gyorsan. Hosszabb távon az a fajta kérdés, hogy mennyire önazonos a Fidesz, mennyire azt mondja, amit tesz, ez egy probléma. Mint hogy a korrupciós kérdés is ebben az értelemben probléma, hogy nem önmagában van, nagyon nagy baj van a korrupcióval, de a magyar társadalom beáraszt, hogy a politikusok lopnak. Ez szerintem borzasztó, de így van. De mégis az a fajta álszent viselkedés, hogy mi azt mondjuk, hogy mi nem ilyenek vagyunk, majd mégis most már lassan három parlamenti képviselő, fideszes képviselő ül börtön, mert egy már ténylegesen kettő ebbe az irányba halad, ennek van következménye hosszú távon az értékelésben is. No, lehetne még persze egy csomó más dologra beszélni. Maradjunk annyiban, hogyha megvannak, akkor a friss eredmények szerintem akkor találkozni Jó, fogunk itt a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy köszönöm. itt volt.